Áldást, békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a Máté evangéliuma 16. rész, 15 és 16. verseiből szól hozzánk Isten igéje. Erre Jézus megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt és így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus kérdése a 12 tanítványnak szólt, de a választ Péter fogalmazza meg. Azon gondolkoztam, hogy itt Péter a többiek nevében beszélt, vagy személyes hitvallásaként mondta, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. A történet folytatásából a válasz kiderül, mert így válaszolt Jézus Péternek, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér vette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Jézus konkrétan megnevezi Pétert válaszában, boldog vagy Simon, Jóna fia. Tehát semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy Péter a többiek nevében beszélt volna hitvallásában. Jézus mindenkit kérdez, aki hallgatja az ő igéjét. Mindenkit, aki olvassa az ő igéjét. Mindenkit, aki az ő közelébe került, de mindenkinek személyesen kell a kérdésre válaszolnia. A többiek hallgatnak, de Simon Péter boldog, mert ő az Atya által tudja, tudom, az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Mindenkinek személyesen kell válaszolnia Jézus kérdésére, senki nem válaszolhat senki helyett. Talán sokszor szeretnénk válaszolni mások helyett, szeretteink helyett, családtagjaink helyett, de nem lehet. Pál apostol szeretett volna válaszolni az ő törzsének, népének, vallásának, nagy emberei helyett, rokonai helyett, de nem tehette. Damaszkuszi úton elmondhatta személyesen, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, de ezt nem mondhatta ki rokonai helyett. A kedves televízió néző helyett sem mondhatja ki senki Jézus kérdésére, személyesen kell mindenkinek válaszolni. Péter előállt és kimondta, megvallotta, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Minden hívő embernek ezt kell megismernie, megvallania, és ezzel azt, hogy igen, hiszem, az egyetlen közben járó Isten és emberek között Jézus Krisztus, és kizárólag az ő kereszt halála és feltámadása által igazulok meg ingyen Isten kegyelméből. Imádkozzuk az énekíró szavaival, ó Jézus szólsz, s a szívhez a szó szelíden ér, így bánsz velem, te érted hult testemből a vér. Bús szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már, jöjj, Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár. Amen.